Kinyílt az ajtó, tódulnak befelé a látogatók november 28-án a Dornyai Béla Múzeum meserajz kiállítására, melyet a Nógrád megyében élő gyerekek alkotásaiból állítottak össze. A téma jellegéből fakadóan most főleg családok jöttek el kisgyerekekkel, nagyszülőkkel együtt. Percek alatt megtelt a terem, a gyerekek keresték a saját rajzaikat, de örültek a barátokénak is. A szülők fényképezték a vélhetően már alkotás közben is figyelemmel követett rajzokat, vagy a falra felkerült műveikkel együtt a kismestereket. A legkisebbek pedig örültek egymásnak is. A kiállítás első látogatói diátadóra várták a múzeum munkatársai, hiszen a falakra felkerült képek egy versenyben vettek részt. A múzeumunk egyébként már évek óta nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeket úgy hozza be a múzeumba, a kiállításainkra, hogy ne csak az óvodák és iskolák hozzák el a gyerekeket, hanem jöjjenek önök is, mint szülők a gyerekekkel együtt. Így volt például, ha ki kell emelnem az utóbbi időszakból, a Lego kiállítás bizonyára vannak, akik emlékeznek erre, hogy a Süsű és a Futrinka utca lakói, Vitéz László, vagy akár, hogyha a fiúkról beszélünk, a vasútmodell kiállítás, és így említhetem az éppen tegnap bezárt Sajdik Ferenc kiállításunkat is. Sajdik Ferenc kiállítása Pompom, Gombóc Artúr és társaik címmel szeptember 20-án nyílott a múzeumban. A magángyűjtők és családtagok képeiből összeállított tárlathoz múzeumpedagógiai foglalkozások társultak, amelyek bebizonyították, hogy a téma ugyanúgy hat a mai gyerekekre, mint ahogyan hatott annak idején szüleikre. Így a múzeum megyére kiterjedő rajzversenyt is hirdetett. Ez az ötlet egyébként Bodó János Magyar-Francia Galéria tulajdonosától érkezett, aki Salgótarjánból származott el, és egy nagy galériát vezet Budapesten, és ő támogatta egyébként ezt a rajzversenyt is, illetve az alkotások is ő révén kerültek hozzánk erre a kiállításra. A felhívásra 550 mű érkezett be, a képtár tablóira ezekből 153 alkotás került fel. A zsűri tagjai voltak a város részéről Tótné dr. Kerekes Andrea, Salgótarján megyei jogúváros jegyzője, Bodó János, a Magyar-Francia Galéria tulajdonosa, Kelemen Ipe Ák Ildikó művészettörténész a múzeum részéről, illetve Tarnóczyné Máté Melinda, szintén a város részéről kulturális főtanácsos. Óvodás kategóriában első helyezett lett Ferkó Virág, aki a Mackóvár óvodába jár. Az alsó tagozatosok korcsoportjában a Dornyai és Cserháti falmi alkotását ítélt a legjobbnak a zsűri. A felső tagozatosok között a Bátonyterenyei Kossuth iskolás Nagy Eszter érdemelte ki a legjobbnak járó díjat. A középiskolai korosztály első helyezettje pedig a Bója és Abdul Ahmed lett. A versenyben díjakat kaptak azok az oktatási intézmények is, ahonnan a legtöbb rajzok érkeztek be. A díjazott óvoda a Pitypang tagovoda, az általános iskola a Kodály általános iskola, illetve díjazott volt a Bolyai János gimnázium, és a külön díjazott pedig a Madách Imre gimnázium, hiszen ők egy olyan komplett csomaggal érkeztek, hogy már elkezdték az alkotást a gimnáziumban, és mikor idejöttek, akkor ezekből a figurákból, tehát ilyen nagy megrajzolt és kivágott figurákból egy animációs filmet készítettek, tehát valóban megdolgoztak azért, hogy a külön díjat megérdemelték.